olvasó lámpa. Kedves nézőink, ebben az olvasó lámpában egy olyan embert mutatok be, aki számomra nagyon kedves. Nagyon régóta ismerjük egymást. Ő egyszerűen csak azt mondja, hogy tárogatós vagyok, de amit művel a hangszerrel, azt élvezett hallgatni, és emellett egy olyan lelke van, olyan tudása van, ami biztos volt, hogy előbb-utóbb kibújik, és valahogy a köz elé kell tárni. És ő ezt valóban elkezdte, és írt egy könyvet, amiből most a harmadikat fogjuk bemutatni, de ne szaladjunk a dolgok elébe. Nagy szeretettel üdvözlöm itt a stúdióban Vesztergám Miklóst. Köszönöm szépen, én is nagyon sok szeretettel üdvözlöm önt is és a kedves nézőket. Hát mi is nagyon szépen köszönjük, és akkor most, mint íróval fogok beszélgetni Miklóssal, bár természetesen az örök, dicsérendő hangszer, a tárogató azért itt van az asztalon. Ennek van egy olyan kisugárzása, ami boldogságot ad a magyar embernek, meg egy kis öntudatot. Na, kezdjük akkor onnan, hogy az első kötetet mi indított, hogy megírjad? Hát az elkeseredettség. Ó. Ugyanis egyre több helyről hallottam, hogy a Szent Korona törvényei, és elkezdett érdekelni, hogy hát én erről mi az, hogy nem tudok, vagy valami van, amiről nem tudok, és elkezdtem célirányosan rákeresni, és hát elkezdtem olvasni, hogy mi is a Szent Korona törvényei, alkotmánya, és hát bizony nagyon nehéz volt megérteni, mert általában ügyészek, jogászok, professzorok beszélnek róla, és olyan szinten, hogy ezt egy másik ügyész, jogász és professzor fogja megérteni. És ez keserített el, hogy hát én egy egyszerű, hétköznapi ember vagyok, józan paraszti ésszel talán megáldva. Hát, hogyha ezt az egészet jogásznyelvből lefordítom a közembernek a nyelvére, akkor talán több ember fogja ezt megérteni, és tulajdonképpen ezért született az első könyv, az a cím, hogy Első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz, amiben az ősi alkotmányunkat, a történeti alkotmány, vagy Szent Korona tan, Szent Korona eszmeisége, nagyon sokféleképpen nevezik. Tehát az elmúlt több ezer év, nem véletlenül mondom így, több ezer év jogfejlődése az, ami a Szent Koronában összpontosult, és a Szent Koronához kötötték ezeket a törvényeket, és teljesen más típusú és jellegű alkotmányt képez ez a Szent Korona tana, mint a jelenlegi alkotmány, amit ma tartunk be, és ami az egész világon egyébként az írott alkotmány erre jellemző. Tehát amit a Szent Korona tanról mondunk, az a szokás jogokhoz kötődő alkotmányok, és a két másik féle pedig az írott kartál is. Tehát megszületett az első lépcsőfok. Csak hogy ez biztos, hogy hozott még több mondanivalót, amit le kéne írni, és megjelent a második lépcsőfok. Igen, jártam az országot könyvbemutatókkal, és az egyik helyen egy barátom szervezett egy könyvbemutatót, és azt mondta, hogy ne legyen már könyvbemutató, már unják az emberek, legyen interaktív beszélgetés. Uh-huh. Nagyszerű, megörültem neki, éppen gondoltam, hogy ezt is ki kéne próbálni, hogy tényleg jobban látszik az, hogy most mennyire értik, mi a kérdés. Na, elkezdtem mondani, hogy hát akkor a Szent Koronát arról szeretnék beszélni, erre fölordított az egész csapat, hogy micsoda az a nem tudom milyen Szent István, aki elárulta az országot, meg kiárusította, meg megölte az ősi vallásunkat, és nem akarom sorolni, fél óráig lehetne ezeket a vádakat mondani. És akkor mondtam, hogy hát bocsánat, álljunk meg, egy kicsit lassítsunk, és akkor mondtam, láttam, melyik a vezér közülük, mondom, egy pár kérdést megengedsz, persze. Föltettem neki 5-6 egyszerű logikai kérdést, és egyikre se tudott válaszolni. Hát mondom, látod, barátom, nem voltál ott, valami dogmát sorolsz, amit valaki a füledbe rakott. Ha logikusan gondolkodsz, akkor ez így nem lehet, ahogy mondod. És akkor sem bírtam meggyőzni, és akkor rájöttem, hogy hát akkor ezt tovább kell folytatni, mert nem elég magáról csak a tanról beszélni, hanem a valós történelmünket kellene megismernünk, uh-huh, hogy mi is történt. És én arra jöttem rá, hogy azért nem érti majd sok ember a magyar történelmet, mert úgy tanítják, hogy Szent István a töréspont, előtte volt a pogányság,
utána a királyság vagy a kereszténység, és amit rögtön zsidó kereszténységnek neveznek. Na most ez így totális félrevezetés és csúsztatás, tehát én úgy érzem, hogy három részre kellene választani a történelem oktatást: Szent István előtt szakrális fejedelemség, Szent István és Mátyás között szakrális királyság, és Mátyás után nem szakrális királyság. Uh-huh. Jelen pillanatban az utóbbi kettőt keverik össze, ami a legnagyobb ellentét. Tehát gyakorlatilag szinte közel nincs a kettőnek egymáshoz, ezt keverik össze, és ezért nem értjük a valós történelmünket. Én meg vagyok róla győződve, hogy az első kettő rész az, amely egymásnak a jogfolytonosai, tehát a szakrális fejedelemség és a szakrális királyság. És tulajdonképpen ezeket próbáltam leírni, például ha valaki elolvassa Szent Istvánnak az intelmeit, hát akkor az képtelenség, hogy arra azt mondja, hogy ez egy vérgőzös önkényuralkodó, aki kiirtotta az országát, tehát ez egyszerűen fizikai képtelenség. És én mindig azt szoktam mondani, hogy engem nem a dogma érdekel, abban a korban milyen törvények voltak életben, és a későbbi idők visszaigazolják-e, hogy az valóban azok a törvények voltak, és hogyha azzal szöges ellentétét próbálja bizonyítani valaki, hát meghallgatom, de nehezen tud meggyőzni, mert az észérvek nekem fontosabbat jelentettek. Tehát tulajdonképpen ezt a István és Mátyás közötti kornak a szellemiségét próbáltam ebben a második könyvben, aminek a címe Második lépcsőfok a szakrális királysághoz. Most én, mint egyszerű ember, csak kérdezem, hogy jól látom-e, tehát a szakrális királyságban az igazi uralkodó maga a Szent Korona, és nem az ember. Úgy van. A Szent Koronán keresztül a Teremtő Jóisten. Uh-huh. Hiszen a Szent Korona a Teremtő Jóistent képviseli itt lent a Földön. Tehát tízféle indokot soroltam, hogy miért is szent. Mert azt szokom, hogy Szent Istvánnak volt a fején, nem, attól még nem lenne szent. Akkor inkább azt mondanám, hogy a szakrális kifejezés, talán ez a leginkább értető, tehát a latin kétféleképpen fejezi ki a szent kifejezést, vagy úgy, hogy sancta, sancta, úgy van írva, az azt jelenti, hogy a pápa szenté avat valamit, vagy valakit, és attól kezdve a katolikus egyház berkein belül szentként tekintenek erre a dologra, vagy személyre. A szakra kifejezés, az pedig semmiféle a pápai közbenjárást nem jelent, az önmagában isteni és önmagában szent. És a magyar Szent Koronát soha nem írták másképp, mint Hungária Sacra Corona. Tehát a szakrális az azt jelenti, hogy közvetlen a Teremtő Jóistenhez kapcsolódik. Értem. Éppen ezért Magyarországon a szakrális király nem uralkodó volt, hanem ő szolgálta és védte a hazát. És folyamatosan biztosítani kellett neki az isteni kapcsolatot a Szent Koronán keresztül. Ezek első hallásra eléggé vadul hangzanak, de ezért lenne fontos megismerni a valós múltunkat. Így van, tehát a legegyszerűbb elolvasni az első két kötetet is, de az igazi apropó, hogy ugye megjelent a harmadik lépcsőfok, és ez adja igazán a mai beszélgetésünket. Az önzetlen szeretet. Egyáltalán mi az, hogy önzetlen? Hát amikor hozzá fogtam írni, és ezt a címet kitaláltam, és hát barátaimnak mondtam, meg mindenki nekem esett, hogy ilyen hülyeséget, hogy önző szeretet nem létezik, hát az önellent mondás, tehát az nem lehet. És mondtam, hogy sajnos létezik. Tehát van önző szeretet, az azt jelenti, hogy csak nekem, vagy egy szűk csoportomnak, vagy a nemzetemnek, vagy fajtársaimnak, tehát valami szűk csoport, annak mindent, és az összes többi alantas. Tehát ezt kettős mércének is nevezik. Tehát mikor nekem csak jogaim vannak, az összes többinek kötelessége van. Tehát hogy röviden, tehát ezt nevezem én önző szeretetnek, és az önzetlen szeretet az pedig az, amit Jézus tanított. Nagyon sokan a kereszténységről egy gondolatot még elmondanék, nagyon sokan a jelenleg ismert kereszténységet öntik Szent István nyakába. Én szerintem az a kettő teljesen más volt, hiszen a Szent Koronán csak új szövetségi képek vannak, és a magyar királyok csak az evangéliumokra tettek esküt. És Jézusnak az eredeti tanításait, amit már Zarathustra 1000 évvel Jézus előtt a szkíta hitélet megújítója volt, ő pontosan ugyanazokat tanította, mint amit később Jézus tanított, hogy mi a jó és a rossz közti különbség. Én úgy érzem, hogy Szent István ezt a kereszténységet vezette be, hiszen az apostol király fölötte áll a pápa hatalmának.
Tehát a pápa Magyarországon még az egyházi ügyekben sem szólhatott bele, egész Európát ő irányította, de Magyarországon csak jóvá hagyta, amit a magyar király döntött. Például a magyar királynak vétójoga van pápa választáskor, ami egészen elképesztő hatalmat jelent, hogyha ebbe belegondolunk. És ez meg is történt, 1913-ban azt hiszem volt pápa választás, és egy közismerten szabadkőműves pápát választottak, és Ferenc József azt mondta, hogy nem, új konklávét kell kiírni. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy akkor döntött el ez a bizonyos háttérhatalom, hogy az apostoli királyságot el kellene tüntetni a földszínén, hogy kirobbantották az első világháborút, és megkaptuk Trianont. Tehát vannak, akik nagyon félnek ettől a fajta gondolkodásmódtól, tehát a Teremtő Jóisten irányításától. De lehet, hogy ez olyan erőre kap, hogy akár egy világot meg tud változtatni? Ez a küldetésünk. Ez a magyarság küldetése a Szent Koronán keresztül. Na, tehát önzetlen szeretet. Hogyan tudjuk mi ezt gyakorolni, emberek? Nagyon egyszerűen. Tehát Jézus azt mondja, hogy a szeretet nagyon egyszerűen lefordítva jó szándékot jelent. Tehát egyszerűen jó szándékkal vagyunk egymás felé, segítjük egymást, nem bántjuk, nem gáncsoljuk, nem zsákmányoljuk ki a másikat, hanem igazságosan és szeretettel, jó szándékkal viselkedünk az emberek felé. Nagyon röviden szerintem ez az, ami az önzetlen szeretetet jelenti. Ebbe a segítség nem fér bele? De természetesen. Nagyon röviden, ha az ember meg akarja két oldalt különböztetni, az önző szeretet az mindig kapni akar, megszerezni, meg mindent. Vagy neki. Az én kis csoportomnak, úgy nem van, a kívülállóknak. Az önzetlen szeretet az meg ad. Mindent ad. Ami neki van, azt odaadja a másiknak. És ez a két oldal akkor ellentét, hogy a másik oldal ezt fölfogni se képes. Tehát nem is érti, az megvadul még a gondolattól is, hogy mi az, hogy... És ez a magyar küldetés. Attila, aki legjobban megmutatta, hogy mi a szakrális királyság. Ő egyesítette a hun népeket, és Kínától Rómáig az összes rabszolgatott társadalmat leverte, de nem fosztotta ki. Leverte a római hatalmat, a 400 éves rémuralmoknak Attila vetett véget. És oda ment Róma falai alá, és nem fosztotta ki a világ leggazdagabb városát, és nem koronáztatta meg magát császárnak. Na ezért haragszanak ránk a másik oldalról, mert Rómát többen kifosztották, azokra semmi baj nincs. Mert az az ő eszmeiségük szerint él, de az, aki nem használja ki a győzelmét, nem fosztja ki a másikat, na az az önzetlen szeretetet gyakorolja és mutatta meg. Tehát Attila elfoglalt sok országot, de nem ölte le a királyokat, hanem bevonta a saját királyi tanácsába, és közösen hozták a törvényeket. Na, ezt jelenti az önzetlen szeretet. Mi van azzal a félelemmel, mert sokunkban ez van benne, hogy ha én jó vagyok, akkor engem kihasználnak, tönkretesznek? Ha valaki jó, akkor pontosan tudja azt, hogy bármennyit ad, annál többet fog kapni. Onnan. De ha bántják, mint ahogy most ugye próbálnak tiporni minden ilyen eszmei dolgot? Ha van hite az embernek. Akkor elviseli? Nem, hogy elviseli, hanem mosolyog rajta. Tehát a könyvemben ezt a témát is kifejtem, hogy mit jelent a hit. Tehát ha valakinek van hite, akkor az pontosan tudja, hogy ő nincs egyedül. Ő mellette van a legerősebb hatalom, a legnagyobb erő. Tehát hiába próbálják bántani, igazán ártani nem tudnak vele. Megölhetik, de legyőzni nem tudják. És ez nagyon-nagyon fontos. A hitről mindig egy kis rövid példát szoktam elmondani. A második világháború végén a magyar koronaőrök menekítették a Szent Koronát nyugat felé az oroszok elől, és hát Ausztriában hosszú menekült sorok alakultak ki, és hát az amerikai vadászpilótáknak kedvenc szórakozásuk volt, hogy jövet menet, hogy végig gépuskázták ezt a menekült sort. Na most olyankor mindenki az űrgelyukba is bebújnak hinnyába, mert rettenetes lehet hallani a közeledő sorozatot. És egy 3 tonnás ponyvás kis teherautón vitték a koronát, hátul 6 koronaőr, előre a Pajtás Ernő ezredes a parancsnok, és a koronaőrök le sem szálltak a ponyva alól, mert tudták, hogy amíg ők őrzik a koronát, addig a korona őrzi őket. És egyetlen lövedék nem talált el a teherautót. Na ezt a hitet kellene újra megtalálnunk. Mondhatjuk azt, hogy ez a könyv
segít az olvasónak, tehát eligazodni például a fogalmakkal kapcsolatban? Igen, például három olyan fogalmat próbáltam megfogalmazni, amivel ma nagyon sok problémája van az emberiségnek. Az egyik az alázat, a másik a megbocsátás, és ennek a kettőnek a tudatában a tudatváltás. Tehát, hogy miért vagyunk itt a Földön, miért születtünk le ide a Földre, mi lenne az a feladat, amit végre kellene hajtanunk, és tulajdonképpen az ellenségeinknek nem a pénzünkre van szüksége, hanem a tudatunkra. Hogy ne tiltakozzunk az ellen, amit érzi az ember, hogy ez nem jó, de hát beletörődik. Na, egy tudatos ember, akinek hite van, azt nem lehet irányítani és manipulálni, mert tudja, hogy ő mit akar. Na, ezt a tudatosságot szeretném, hogyha minél többen újra értékelnék, és tényleg az alázat és a megbocsátás, ez két nagyon-nagyon fontos dolog, amivel ma sajnos sokan küzdenek. Hát nehéz, mert a tudatra, az öntudatra nevelni kell már picikorban, tehát már a családok feladata lenne, amire most úgy érzem, hogy kevés szülő van. Minél fiatalabb a szülő, annál kevésbé van már saját magának is. Meg valamikor a kommunizmusban megszakították a nagy családokat. Tehát, hogy három generációnak kellene együtt élnie, a középosztálynak dolgoznia kell. Ez mindig ez volt, ezután is így lesz. Viszont a nagyszülőnek kellene az unokát nevelni, és az egész élete alatt összegyűlt tudást adni tovább annak az apró embernek. Mondják, hogy jobban is megértik egymást. Természetesen, és pont ez lenne, de ma már ötödik generációs kulcsos gyerekek nevelnek gyerekeket. Hát itt van a nagyon nagy baj. Tehát az ősi tudásunk az már nagyrészt eltűnt. Az alázat pedig, én szerintem nem is ismerik ezt a szót. Sokan összekeverik a megalázkodással. Igen. Hát ez a két véglet. Abszolút a két. Megalázkodni azt jelenti, hogy föltétel nélkül elfogadom mások akaratát. Hát ez soha. Az alázat az pedig azt jelenti, hogy minden emberben ugyanaz a lélek van. Mindenféle emberben. Az a teremtő jó Istenből egy kis szikra. Az a lélek tudatossági szintjében van különbség. Tehát a fejlettebb lélek és kevésbé fejlettebb lélek. Ha most én fejlettebb lélek vagyok, mint a másik, akkor nincs jogom kihasználni, leuralni, kizsigerelni, hanem az az igazi, amikor segítem őt ugyanarra a szintre, amit már én is tudok, ugyanakkor én is folyamatosan tanulok a nálam fejlettebbektől. Tehát én ezt neveztem alázatnak. És hogy lesz ebből tudatváltás? Úgy, hogy lehetőleg megtanulom a valós múltamat. Tehát, és nagyon hangsúlyozom a valós múltat, mert be kell ismernünk, hogy mai napig ugyanolyan tévtanítások mennek, mint a valamikori kommunista rendszerben, mint a történelmünkkel kapcsolatban. Tehát azt szoktam mondani, hogy aki ismeri a valós múltját, az, illetve aki nem ismeri a valós múltját, az nem érti a jelent, és nincs jövőképesen. Tehát ha megismerem azt, hogy mi a feladatom, akkor attól kezdve nem tudnak eltántorítani tőle, hanem ugyanezt megélem és továbbadom a következő nemzedéknek. És ez mind tulajdonképpen a Szent Koronához kapcsolható gondolat. És ennek a könyvnek van egy második fele, mondjuk így egyszerűen. Ennek az a címe, hogy a hang. Ez micsoda? Hát ez egy nagyon elképesztő dolog. Élt egy katolikus pap, Dombi Ferencnek hívták, aki közvetlen kapcsolatban volt Jézussal. Tehát beszélgető viszonyban voltak, és az emberek ezt megtudták, a hívek, és kérdéseket írtak le neki, hogy akkor kérdezze már meg. És 10 évig jöttek a válaszok ezekre a kérdésekre, és az a Dombi Ferenc az összes kérdést és a választ leírta a Hang című kötetekben, 43 kötetben, majdnem 5000 embernek több mint 11000 kérdése és a ráadott válaszok. Tehát ami egy ember életében bármi jellegű problémát jelenthet, arra mindegyikre van kérdés és ott a válasz. És ebből a Hang című kötetekből próbáltam így témákra csoportosítani ezeket az üzeneteket, és ezeket szerettem volna minél több embernek eljuttatni, mert nagyon sokan keresik már az utat, nagyon sokan látják, hogy nem jó az, amiben vagyunk, nem jó irányba halad a világ, de nem tudja, hogy hova. Uh-huh. Na, a hang az mindenre nagyon egyszerű, nagyon érthető, és olyan döbbenetes válaszokat ad, hogy az ember csak hüledezik, hogy te jó ég, miért nem így gondolkodtam én eddig. Tehát azt szoktam mondani, hogy amikor én is először olvastam, nekem is mindig ugyanaz a szó jött, amit az autós GPS szokott mondogatni, ha rossz irányba megyünk, hogy újra tervezés. Uh-huh. És megadja az irányt. És na ez lett volna fontos, amit szeretnék, hogy lássuk meg azt, hogy
mi a tudatváltásnak a lényege, meg az eredménye is. És akkor ez valószínűleg úgy működik, hogy bennünk is olvasás közben, vagy az életben felmerülnek a kérdések, és pont itt találhatok rá választ. Így van. Lesz, aki most ugye erről beszéltünk többet, kezdheti-e ezzel az olvasást, vagy feltétlenül ajánljuk, hogy az első lépcsőfokkal kezdjen? Szerintem nem fontos, mert a Szent Kornatan mind a három könyvemben van. Az elsőben természetesen bőven, a másik kettőben tömörebben összefoglalva, annélkül nem tudok könyvet írni. Tehát én nekem ez a szívem csücske. És tehát végig is úgy gondolom, hogy bármelyik könyvet olvassa el, mindegyik csak hasznára válik. Hasznára fog válni, és utána szerintem keresni fogja a másik kettőt is. Hát a harmadik az, ami most tényleg az, ami hát most egy két hónapja jelent meg, és tehát nagyon, nagyon fontosnak érzem, és bízom abban, hogy nagyon sok embernek tud segíteni abban, hogy megtaláljuk az öntudatot. Már csak egy kérdésünk van, hogy hol lehet esetleg veled találkozni, hiszen gondolom, hogy rengeteg kérdésre benned is nagyon sok válasz van. Nagyon szívesen megyek bárhova, ha valahova meghívnak, és tartok egy könyvbemutatót erről, szívesen dedikálom a könyveimet, de hogyha fölhívnak telefonon, akkor megbeszéljük, vagy találkozunk valahol, vagy közvetlenül. Tehát magad is egy közvetlen ember vagy, lehet interneten írni neked, és lehet telefonálni. Én azt mondom, használják ki, mert tényleg nagy élmény Miklóssal beszélgetni, de természetesen a műsorunknak ott az állandó telefonszáma, ha úgy gondolják, érdeklődjenek, és igyekszünk mindenre választ adni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. És mivel is zárhatnánk szebben, mint tárogató szóval.